Felmart aszfalt, munkagépek, akadozó forgalom. Jelenleg ez fogadja az embert Tolnára betérve. A város több pontján ugyanis felújítások zajlanak. Többek között a település főútján lehet számítani fennakadásra és a felújítással együtt járó munkálatokra. Már tavalyi évben elkezdődött a tavalyi év második felében az 51-12-es útnak a felújítása, ami gyakorlatilag egészen a 6-os úttól 6-os útig, tehát a Vöröskereszttől, Mözsön, Tolnán, Fadnón, Dunaszentgyörgyön egészen átmenően, és ott Dunaszentgyörgynél újra kiér a 6-os, ennek az útnak a felújítása folyik. Ez a magyar állam tulajdonában van, és a közút az, aki ennek a kezelője, tehát ők azok, akik ezt újítják folyamatosan. Közben közel 30 millió forintból újul meg a Tompa utca, Bethlen Gábor utca egy-egy szakasza is. Ezen utak felmarása már megtörtént. A belügyminisztérium pályázatán több ízben nyertek már forrást ilyen jellegű fejlesztésre. Elkészült a várva várt Tolnát Faddal, Fadd-Domborival összekötő kerékpárút is. Annak az ünnepélyes átadását június közepére tervezi a városvezető. Mellette az 51-12-es úton lévő munka azonban még tart. A magyar közút hamarosan végez azzal is. A tolnai önkormányzathoz tartozó bicikliút tisztán tartása emiatt nem könnyű feladat, mondja Appelszoffer Ágnes. Bizony előfordul az, hogy az útépítésből a hordalékot, a patkaépítésből a hordalékot egyelőre még az eső rámossa a kerékpárútra. Ez meg fog oldódni akkor, hogyha befejeződik az útnak az építése is, és gyakorlatilag a növényzet majd megtartja ezt a rézsűt. Úgyhogy mi mindent meg fogunk tenni. Lassan a végéhez közeledik a Fácánkerti út felújítása is, tette hozzá a polgármester. De ezzel párhuzamosan a Bogyiszlóra vezető út rekonstrukciója kezdődik el. A nyár tehát a fejlesztések jegyében telik Tolnán és környékén.